Sácsumi csőtészta, csokoládé és traktorkerék. Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő új lakmappa. Ez a legjobb, nézzétek, amikor eddig van a kerítés, aztán utána meg nincsen itt a draut. Vagy eddig, ez a legjobb egyébként, amikor van egy kapu, azt 10 meg nincsen hozzá. Na, tudjátok mi, kerítés közben, körbe. Na, vágjunk bele a lecsóba gyerekek, úgy gondoltuk, hogy akkor neki kéne lenni komolyan pénzt keresni, rengeteg pénzt keresni, raktam be egy modot. Igen, jól ott tartok, raktam be egy modot. Na, termésfajták, nekem olyan jó lenne. Repce. Oh, az ott repce. A repce az jól adja, tudjátok, oké? Azt kellene csinálni, je. Be van érve? Na, miért szar az? Figyelj, miért barna? Mi, ott nincs semmi, ne szórakozz el, Moré. Ja, ott nincs semmi. Növekedés, figyelj, ilyen barna, izé. Jó, ott az csak ilyen kultiváltlan, akármicsoda terület, vagy mi van ott? Várjatok hát egy kicsit. Ebben menjünk már valamivel. Megnézem, mi az? A izé, az a nagy. Mert nincsenek számozva, mondom, melyiken, meg akartam mondani, melyik. Rájöttem, hogy az nincsen számozva, nem meg akarom nézni. Ja, raktam be modot. Viszont pénzt kéne keresni, de rohadt gyorsan. Meg kell nézni, hogy az mi az ott oldalt. Az a nagy terület ott. Mert ezért kéne, mert arra gondoltam, hogy sorba, most ahogy keresjük a pénzt, veszünk a kombájnokat, valaktam be forsített, E520-at, ha jól tudom, és az egész jól néz ki meg minden. És akkor autokombájnal azért csapatnánk, érted, ne egymagam farassak le minden. És akkor hordanánk be, és akkor tudnánk venni, izét szeretnénk venni 250 ezerért. 250, ez mi? Ez a repce, nem? Mi vagy? Hát hogy lehet, ez annak néz ki, bazze. Akkor ez hogyan mutatta, várjál ma. Minek mutatja? Minek? Itt írja, látod? Ez repce. Akkor ez is. De akkor mi ez a barna? Ez mi? Nincs elvedve? Majd mindjárt megnézem. Hát hogy ne lenne, minden van. Viszont ez a repcét, ezt le tudnám csapatni. Ez a repce érdekelne. Hogy az jó pénzt ad, azt hiszem a repce adja a legjobbat, ugye? Ebbe. Nézzük ma meg. Ja, repce. Repce, meg a napraforgó. Napraforgó is van. Van napraforgó föld. Ja, de izé, aha, van napraforgó föld. Nem is kevés, ott is, meg ott is. És ez elég közel, ó, ez jó lesz. Itt van napraforgó. Ha megnézem ezt a nagy barnaságot, ami itt terül előttem pont. Hogy mi a túrónak írja, mert... Az itt lehet menni? Ja nem, ez csak ez... És öre teret. Viszonyok. Ez kultivált terület csak, jó van. Esküdtem, hogy mertem volna, hogy ez el van izajva. Na jó, akkor ezt a repcét le kell durrantani, meg akkor utána meg izét napraforgót, nem gyerek? Oda nézzetek milyen terep. Oj, de imádom ezt gyerekek, ide jó kis elpészkedés kellene ide. Oj, az M10i, na. Jó, akkor hozzunk izét. Na, belső nézet. Hozzunk egy kombányt, és akkor learatjuk ezt a repcét, és akkor hozzom a pótkocsit, és egyből adom is el a zöld pótkocsit hozom. Ja, és megnézzük ezeket a forsít kombájnokat rövidesen, mindjárt gyerekek, álljunk majd. Hát, hogy volt a tempomat? 3-as, ugye? Jó. Elsőséges, kötelező tábló van itt. 3% az MTZ, valamint megkocintottuk, vagy mi volt ez? 40-es tábla kimma, nem tudom mivel okoznék nagyobb sebességet gyakorlatilag. Ja, kivonulunk akkor, kivonulunk a kombájnnal, meg főres úton tudunk menni itt mellette, ugye? Meg akkor jövünk a izével is, jövünk a pótkocsival, aztán egyből adjuk el, és a pénzből egyből veszünk izét. Forsít kombájnokat. Jó drágára beállítottam ezt is, legyen azért küzdeni érte, nem az legyen, ilyen, nem is tudom mennyire volt beragva, 3000-ért, mondom, ugye vagy gyerek? Ennek mi értelme van? Jó, ezzel elmegyük ugye a pótér. Valószínűleg megjavították, már nagyon le vagyunk szerelve a gyerekek anyagilag.
Az egész nagy az a pót egyébként, használható. Ez a hordjuk. Jó, mindjárt kijárunk, akkor mutatja, hogy mekkora a damage, de elvileg úgy ott van 0%. Jó, akkor menjünk. És ezért tudom, az UTB-t is kéne venni, de ugye most traktor az igazából elég. Egy jó nagy gép kellene, arra gondoltam, veszünk egy rávát, de lehet, hogy megveszem a kristált. Az Ettore kristált, vagy az UTB-t. Egy jó nagy gép kéne, mert akkor tudnék vele földet művelni komolyabban, tudod. És ez csak jobb lenne. Ja, azt kéne csinálni, megtermelni egy forsítre a pénzt, azon a földön. Utána meg, ha már több gépünk van, remenni napraforgóhoz. Napraforgóhoz melyik vágóasztal kell? Meg kell nézzem majd azon. Hát ő szerintem a vízre is a kukoricás, nem? Úgyhogy akkor majd olyanra vesszük azt már. Várja. Ja, itt lesz, jó. Itt lesz, ja. Jó van, oké. Okay. Nem elindul meg el a gép ezzel a póttel. Félre is állok. Oké. Okay. Mert engem kombányja. Ez van különben ilyen időt, tudod, ilyen cucc, amivel lehet cipelni. És hogyha forsütek nem sebződnek annyira, mint ez, akkor olyanokat veszünk mindenképpen. Na, ezen kéne menni, lehet, hogy szarkófődön, várjál, nem megyek. 2-1 és edzés, kíváncsi vagyok. Ez is 2-1, ugye? 2-1, érdekes. Írta valaki, hogy azért megy rosszul, vagy azért sebződik, mert szarul mozognak ugye a kerekek. De egyébként forduláskor meg ilyen alap dolgokkor nem, hanem akkor nem értem, hogy mikor. Jó, most egy kicsit rutinosabban állunk már neki a dolgoknak, ugye egyből pénzkeresésre megyünk rá. Fejleszteni kellene ti ezt, csak most ne jöjjön semmi szembe hozzá. Ja, nincs benne semmi, ugye? Jó van. Mondom, még valami lett volna benne. Ugye itt nem lehet kiüríteni akárhova termény. De egyébként ezt a modot szeretném belerakni. Jó. Körberántom, gyerekek, nem tudom milyen hangos ez a gép. Utána akkor meg oda-vissza, tudod. Össze kéne szednünk egy forsítre valót. Még egy kombájra valót. Repce, jaj, a repcevel mindig az volt a probléma, hogy annyira nem adta, viszont nagyon drága volt. Viszont nem nagyon adja. Mennyi volt itt izéje? Ezer egységnyit, vagy 1000 liternyit adtak, ugye 2000 valamennyit. Ezen a földön szerintem lesz egy 6000 liter, annál több nem, akkor az ugye... Abból nem jön ki a forsít, úgyhogy még dolgoznunk kell dolgot. És jöhet találom most, hogy meddig kell menni. Hát ez a kombaj meg sem telik szerintem. Itt belegondolva. Nem túl nagy föld. Ó, most leszünk majd 1000 liternél. Hát ezen nem, ezen körülbelül 3000 liter most, ahogy újra gondolom. És a jó az a klassz, ugye 2-1 a sebződése. Nem tudom, hogy az ölt miért sebződött annyira.
De most egész jól működik. Ja, hát ez egy 3000 liter talán. Vagy pedig egy 3000-4000 liter. Mondjuk literben jó, mert igazából nem izében van megadva. Szerintem literben van megadva, mondhatni, nem? Ugye nem súlymértékben van megadva, mert most ugye minden egyének más lenne a súlya. Én igazából meg a helyzetben meg mindig ugyanannyit számol a kombájnak a... Ez szerintem űrtartalom. Nyomunk egy vizét, mennek egyszer. Tükörben egész jól látni jön, tehát de attól még marhára félek, hogy elcsúszom. De most egész jó csapatja, nem? Jók leszünk, gyerekek, jók leszünk. Hát, ja. Hát, egy 3-4 ezer litkó. Hoppá. Te hagytam egy kis csikot. Nem fogok visszamenni érte. Nem veszélyes az. Az a baj, addig nem akarok gépi munkással dolgoztatni, minek? Addig ez csinálom én szívesen. Nekem pénzünk sem nagyon van gépi munkásra. Ez mennyi? Hány literes az a izé, az a cucc? 6000-es? 6000 literes ugye a kombány. Ahogy így nézem, hogy kiszámolom, most vagyunk 2000, hát még annyi sincs, 5000 körül van. Bedurrantjuk ezt a földet, pikpak. Ja, megnézzük a forsíteket mindjárt, hogy mennyibe fájnak egyébként. Nem tudom ám, és hogy sikerült összehoznom. Azt hiszem 25000, meg 10000 hozzá a vágóasztal. Úgyhogy kell hozzá pénz bőven. Mennyi volt az izé? Mennyi voltak ezek a klasszok? Hát még egy fogásra majdnem le tudom vinni. Szóval annyira nem látni ezt az izét azon a földön. Ezzel a 100 órással ugye, hát ezt nem is lehet máshogy. Mindenképp ledarálod. Favágásból lenne nagy pénz, gondoljátok ugye, hogy mondhatnátok, de egy az, hogy még nincsenek modolt favágó járművek beragva nekem. A másik meg az, hogy ugye nincs pénz megvenni adatnak. Ugye mindenképp kellene valami rakodógép, mindenképp kellene, hát a láncfűrész az alap, az mondjuk az nem is drága. Ezért tippentünk 3-4000 literre, ugye hát kb. Eltaláltuk. Legelőször egy durva becslése 6000-et mondtam, ami sok volt. Megyünk izét arakni ezután, gyerekek, napraforgót. A napraforgó is egész jó, de nyomok egy tempomatot, várjál. Nyomok egy itt, ja, megáll a játék maga. Aha. Itt meg hogy mennyi van betárolva, ha? Kukorica, burgonya, repcét eladtuk. Ja, a forgó sincsen, jó, hát igazából akkor... Hát ezeket még el tudnám nyomni, ez még úgy jó lenne. A repce 0 literre, ja. Jó, gyerekek, akkor lehet, hogy eladom még a kihordjuk a cuccot a... csillóból. De ugye azt hiszem, hogy 6000-es vagy mennyi az a portkocsi, vagy 5000-es. Ami elég kevés, úgyhogy lehet egy-kettőt fordulni. Bár ugye elég sok pénzt az össze tudnák kubikolni. És igen, nem akarok hitelt felvenni, nem akarok semmilyen csaláshoz folyamodni. Szeretnék értelmesen játszani a helyet. Milyen jó, hogy ahol nem szóra... Tényleg nem úgy van, hogy ahol átmész, ott, ott be lesz szórva ezzel a cuccal. Hanem ahol nem mész, mondta tényleg nem szórja. Ja, hát ez egy... Gyenge 3500-os föld volt. Lehet, hogy nem volt rágyázva, nem tudom, hogy ezt úgy kaptam már.
Igen, ráürítünk. És ezt elvisszük. Hát ebből lesz egy olyan, mennyi? 2500-om? 8000-om? Ami nagyon-nagyon kevés. Magyar rendszám, király. Nem vallom be izével. Belső részletben, mert abszolút nem látni. Jó gyerekek. Sokáig ürtettél. Na. Megyünk, eladjuk. A repce, az hol is ment? Azt sejtem, hogy hova. Hogy jó helyen fordulok én is, meg bazza, itt a táblánál, öcsém. Úgy kipör, de hülye vagy te. Hát visszatolok, azt elvegyük másfele. Pont ott akarok megfordulni, hogy a tábla. Ennyi, barátom. Nem adjuk. Itt bal oldalt kell adni, hogy jól emlékszem. Remélem, hogy jól emlékszem. Az most ki lett izéve? Mert ezt meg a legjobban szeretem, hogy rájár. Rájár a paraszta izére. Portkocsira. Nagyon sumanatok ezek a sofőrök. Ja, így ott áll, azt megcsinálhatnák, hogy nem egy centire a jövőtől állna meg a géptől. Ez úgy jó lenne. Nem tudom, ez nem lehet beállítani őket, hogy mit tudom, valamit reagáljanak. De ne, legalább tényleg ne egy centire álljon meg már a jövőtől járni kell. Szordunk egy kicsit. Ha majd kell berakni ifát, kamasz, mindent, hogy azért jobban, hatékonyabban vagyunk, ne traktorra, de hát alapvető dolog ugye, hogy az legelején a parasznak nincsen majd, csak az MTZ meg a potkocsi, ezt te az a hordja. Na, a napra forgó is ide jön, jó van. Közben nézem. Ja, hát egy 8000, ma jól számoltuk, ugye 8000 körüli literbe. Nem túl sok. Na jó, hogy a portkocsi nem murdert meg, hoppá. Így itt be van törve a gép portkocsi, mi? Kicsit durván megidejöttük. Nem sebződött, úgyhogy jó volt. Na! Jó, srácok, akkor hordjunk szerintem, nem? A gyorsabb, mint hogyha neki állok arakni most. Eladunk minden gyerekek borért. Ja, izé, bálahordókoltot is jó lenne beiktatni meg én. Hát, de mondjuk az meg olyan egyszerűs, hosszadalmas, mivel mindig le kell akasztani, be kell akasztani. Mindegy, ezzel hordunk akkor egyelőre. Hát megyünk gyerekek, csapjuk neki. Arra lenne kíváncsi, egyébként dupla porta lehet-e tolatni. Mert itt valaki tudna egy tolatni, ugye nem úgy értem, hogy most az egyenesből hátrafele esetleg, de még úgyse sokáig tudna valaki szerintem, de hogy így ki tudnál számítani a forgásokat, ugye. Hogy merre sokulik. Két pótkocsival, hogyha valaki tudna tolatni, nem a játékba, hanem a valóságba, na, az le a kalappal. Le a kalappal kategória. Na, megnézzük a időt, megnézzük a forsütet közben. Megmutatom gyerekek, mert azt hiszitek, hogy nincs is mi. Tömbálynak. Hogy van egy kicsike? 10000-be kerül. Ej, haj! Ez mennyibe kerül? 5000. Hát nem akarok ilyen 5000-ekért izét venni, úgyhogy... Ja, igen, a forsüt vágóasztal. Ez mennyi? 25000? Aha, rosszul írtam át. De nem baj. Ilyen kell nekünk. Ez hány méteres? Hogy már ki legyen írva mi.
Aha, ez kell neki mindenképp a 25 ezeres. Nem tudom, mondjuk azok a lasszok is jók, de azok meg az a baj, hogy nincsenek túlárazva. De viszont, ma belegondolok, hogy azért azt meg marhára túlárasztó a rábát. Ennyi erővel akkor dominátort vernék, akkor gyakorlatilag majd, hogy nem ugye, na a repce. Egyébként itt is ki lehet ugye üríteni, ha jól tudom, hogy beállsz a izé alá. A cucca le, várjál, megnézem, mit adnak, mit vesznek, olyan jó. De ez van kb. Ugyanaz, úgyhogy tök mindegy. Megpróbáljuk, hogy beállunk oda? Alá. Ez kukoricás, megnézem, hogy itt is kiadja. Meg van-e csinálva olyan frankon. Ja nincs, ez csak egy futószalag. Azt hittem, hogy igen, de aztán nem. Nem, a krumplit meg ilyen hülyeséget adja csak úgy, ugye. Jó. Eladunk még egy kis búzát, úgy láttam az egész jól veszik. Ez mekkora? 5000-es vagy 6000-es? Ó, 9000-es, ez nem rossz. Az alig akar elindulni vele, nem tudzi. Jó, 9000, és 1500-ával eladva, ugye az... ...1350, vagy 13500, ugye? Most számol a kipet. Jó, lehet, hogy veszünk izéket, a dominátorokat. Ezt nekiállunk valami nagyot. Lehet, hogy azt kell csinálni, ebben a részben kihordom a izét, cuccot. Ezt a következő részt akkor megcsinálni úgy, hogy akkor azt kihordom a cuccot, eladom, felveszünk a dominátorokat, felsorakozunk a napraforgóföldnél. Ez marha pénzes, ugye, meló. És akkor azt csinálnánk, hogy akkor következő részben meg elindítjuk a nagy izék. Brutál aratás, érted? De hát ez nagyon nagy álmoz a föld, várjuk. Mutatom. Az itt van, az út túloldalán valahol, ott az a nagy, amelyikben van egy ilyen folt. Az egyik napraforgó föld. Igen, ott a kukorica az ilyen zöldes. Napraforgó meg ott van alatta, nem messze. Meg van még egy, úgyhogy vannak nagy napraforgó földjeink. Úgy, de jól néz ki az a klassz dominátor. Úgyhogy ezt kéne csinálni, gyerekek. Neki veselkedünk. Összeszedünk egy kis pénzt, és akkor termeljük a lóvét. Hát szerintem egy ilyen három kombány. Három kombányt úgy talán ki tudok szolgálni egy traktorral. És igen, hát három kombányt egy traktorra kiszolgálni. Igen, azt elég nehéz lesz, hogy el is hordom. De ez esetleg megoldható. A búzát baze hova kell vinni? Ájjájjáj, stop. Stoj baze, stoj. Csinálom sleeper. Az ibetű megköré eljezni ám, na. Búza. Kovács József, Kelemen Roland. Kelemen Roland az meg azt mondja, hogy itt fönn van, ugye? Jobb oldalt. Nem, ez volt a Kelemen Roland, ez jól veszi a dolgokat. Fasza. Olyan lassan indul meg ezzel a idejével. Tóta. Beszedjük gyorsan. Beférünk. Meg előtt is itt annyira közel mentem el. Nem lehet. Itt meg ugye alászettem, és mégse ugye nem tud elfordulni. És ilyenkor visszatolok egy kicsit. Jön a money, jön a money, jön a money. Jön a money, jön a money, jön a money, jön a money, jön a money. 13500-at mondtam. Hát nem rossz, hiszen voltunk annyira. Itt ezt lehet ideérni. Ajjajjaj, gyerekek. Nem faszol a téma. Így az úzom a verdát. A keresztbe kell tenni itt sajnos. Ahogy de nem jó. Ahogy de nem jó, gyerekek, de nem jó. És itt visszatolunk már.
Vannak bajok, na talán most te fordulsz, vagy valami lesz. Ezt az jó így. Befordítom full keresztbe. Bála mögé, úgy, menj még. Ott valami van, ott van a fürészgép, vagy mi a rák. Jó. Nem sérültük. Ja, ott van, ja nem, azért a kezdve. Ott van egy ilyen kupóc, aztán az emeli meg a másik felé. A lendületből kicsaptunk. Jó van, gyerekek. Lehet, hogy klasszokat fogok venni. Azon első gondolkozok. Bár lehet, hogy veszek egy forsítre rakjuk már össze, bazzi, ne legyünk már lusták, nem? Legyen egy forsít, meg egy klassz. Ezekre összekubikoljuk a pénzt, aztán akkor utána jövünk. Utána jövünk, elordjuk őket szépen, bájtjuk, és akkor indulás lesz. Hát ez a cél. Mai cél, három combine, vagy összesen legyünk három combine-unk. Júj kell vágóasztal is a izére majd a régi klasszra. Dominátorunkra ugye. Hogy az üzemanyag? Most nézem. Meg jó, hogy van már ez a műszer, olyan jobban nézegetem itt ezeket a műszereket, mint hogyha mint ott látom, hogy ugye 80 liter. Na. Nem jön semmi, nem akar előzni, gondolom. Gyorsan nem gyönekedek. Annyira szépen frankon irányítható, majdnem elkiabáltam. Vergessük, megyünk. Nagyon jó, nagyon életű stílus az MTZ, ez most nagyon olyan jó eltalált. Hát buza 7800, mi ad még jól? Ugye azért nagyjából érted, hogy... Buza! Keleme rohant, hülyének adtam el, mi? Én voltam hülye, Kovács Józsefnek kellett volna, na mindegy. Alfa, melyik a következő legjobb? Kukorica. Kukorica János, az lesz. Igen, hülyen adtam el, tudom. És ezt is a izének kell vinni, a Kovács Józsefnek. Ugye nem a Kelemen Rolandnak. Nem baj. Induljunk meg. És akkor kb. Úgy a forsít meg, biztos meg. Hát a forsítre meg lesz a pénz. Viszont azért még egy klassz dominátor is kéne. Figyeljetek, azért most 25 ezer ugye, meg mennyi vágózta? 10 ezer? 35 ezerbe fog fájni az a régi forsít. Hát az szerintem az egy optimális ár így a farming szimulátor világában. Amint azért nem akarok 2000 ér combine venni, tudod. Jó, már üzője az 5000, csak van annyi a klassz dominátor. Épp azért előttetem a forsítert, hogy ne az legyen, hogy azért, hogy csak olcsón veszem. Csak olcsón megyünk már az. A kokorica de jól néz ki rajt, mi? Egyébként valamilyen szinten ezt a 15-öt ilyen izébnek érzem, ilyen masszívabbnak, stabilabbnak, olyan... Ez farming simulator 15-öt, olyan, nem tudom, olyan jobbnak. Van egy-két farmos játék, amire kíváncsi vagyok, ott az Pure Farmingra is. Ez majdnem nekem durrantott, öcsök. Az a szerencse ugye, hogy abba bízok, mármint hogy tudom, hogy megállnak. Hogyha egy oldalról nem megy neked, de hát ez nagyon para volt. A valóságban így beszartam volna most. Elmegyünk akkor. Ezzelnek, shutternek beburítjuk a izét. Hello Mari Mizu! Didi! Igen, gyere ki elém, bazd. Na, ide köl le. Kukorica, oda nézze, ott a nagy depó kukorica van. Ő, de itt már megint megfordulni. Nem tudom ezt, hogy fog működni. De menj, hogyan lesz ez megoldva? Nem jövök rá.
Ezre kéne gondolkodni, mi? Nem Hübele Balázs módjára bejönné ide, vezet. A külső nézetbe tolassunk ki. Forgózsámolja se, így ugye nem mondhatom azt, hogy nem... Hogy nem látok, nem látok. Na, Keeper, most megmutathatod. Megmutathatod, hogy tolsz ki forgózsámolja se. Most esélyed lesz rá. Most megkaptad az esélyt. És valahogy most mindenképp ki kell menned. Nagyon ide szerem. Nem, ezt be kell törnöm már, mert így nem lesz jó. Másik oldalra fogok elmenni, mert kénytelen vagyok arra törni már. Már nagyon elcsesztem. Nem, jó lesz ez még. Így be tudom oda törni, vajon? Úgyhogy ki is jöjjön a... Traktor is, traktor is. Itt az a hülye kerítés, gyerekek, komolyan mondom. Ott kell lenni, ami. Eddig megy föl. Jó, egy jó. Kicsit. Játsszuk itt. Az árokba egyébként még emelne az első kerék. A valóságba. Hogy nem merem, nem merem, mert hát, hogy belebukik. Jó volt ez, gyerekek, fasza óta. És menjünk a 36 ezerünk, gyerekek, forsít. Forsít, menjünk a forsít tér. Tudom, hogy nem forsít. Úgy jobb hangot. Gangoljunk, gyerekek! Mi, mennyire mennek ezek? 25-te? Ugye megelőzöm, dudáljuk neki. Várjatok, azt mondtatok, hosszú nyomjam a dudát. Az nem egyszerű. Bevette a kagyart a csávó. Jolinek a Jolinek a Jolinek a pam pam. Egyvenes tábla vége, eddig kell csak 40, amely kanyarba. Jó van, gyerekek, vásárlás mizéria lesz, úgy érzem. Kell venni egy forsritet. Kell. És azt szerintem most, várjátok, hova vigyom ezt az M10-it. Bevegyek, nyílgázzal befordulok, 30 a gyerekek. Le se szállok a gázról. Oda nézzék. Egy billentyűve vagyok. Imádni való vagyok neki. Jó helyen lesz, hogy barátom. Oh! Csetőfék, oda nézzék. Jó. Akkor... Remélem jó lesz ez a forsít, nem bugos meccs. Ezünk ennyi pénzre, akkor nagyon ideges leszek. Betakarítóképek. Hol vagy, barátom? Itt van. Szépséges, csodálatos traktor. Ami kombány. Na. És akkor kellene nekem rá vágóasztal. Nem tudom mennyi, várja. Milyen széles ez a vágóasztal? Fogalmam sincs. 1, 2, 3, 4, 5. Vagy hány soros? 1, 2, 3, 4 sor. Jézus Isten! Mennyi a izé? Ez 6 sor, bazem. Az baj. Aj. Jó, legyünk. Oké, nem veszek más vágóasztalt, csak ami ráillik. Egye fene, 25 ezerért megvettük, gyerekek, tessék. Megnyugodhattok, nem csal a Keeper. Hát ez csodálatos, gyerekek. Ez a nem egyszerű, ez. Ó, magyar címer, minden. Tilos a dohányzás. Kira, a gyerekek ilyen Farming Simulator 17, miért nincs ilyen szép forsít? Azt vagyok beteg. De most ez mi ez a vargaszt a gyerekek? A kézik a szálva jobban nyomna. Az igen. Ez komolyan kettő. Négy soros. Hát ez nem, ez kemény a vér. De milyen gordán hangja van, öcsém? Tudom, hogy nincs Gordán, mármint van, de nem ott, de akkor is Gordán hangja van. Hallgass!
Wow, mint egy régi zsiguliknek, tudod, főleg amikor tolat. Ez inkább ilyen tyúk. Tyúk van. Kotlós. Kibasszuk az indexet, emegyünk erre, mert itt üreg a hívő, rossz ki. 5-12-es, E5-12-es, nem így lehet. Már tényleg bele vannak itt a tődben, és nem sebződik gyerekek, jó ez. De szép a talaj. Hello, Aver! Nézzük meg a kettőt együtt ma. Kíváncsiságból. Hogy néznek ezek. Hát ez csoda. Gyerekek, ez csoda. Ez csoda. Szépséges, gyönyörűséges dögök ezek. Egy ugyanilyen külön barnában van nálunk a faluban. Megnézem, hogy mekkora kormányfordítással közlekedni nézzél a kombájn. Figyelj, de ilyen negyed fordulatot fordít, figyelj. Ennyi a max forgás. Tudom mi ez, joystick-a megy? Lemegyünk a napraforgó földhöz, akkor ma levonulunk. Hát imádkozzunk, hogy a napraforgóhoz ilyen kell. Tehát persze, hogy ilyen kell. Milyen magas szárú növény az. Bazen van belső tükör is, öcsém. Még van hátsó szélvéd. Hát az... Ja, van. Mondom, hol látunk ki, apa. Na jó, van belső tükör is, tök jó. Kellemes. Ez a hang, gyerekek, ez a idő. Ez nagyon jó. Ott a lapát fő van dombva, bazzen. Jó van, gyerekek, ezen kívül szerintem veszünk egy plusz dominátort még. És akkor két plusz meg egy forsit fogja csapatni. Ja, meg ahhoz kell venni a vágóasztalt majd. Jaj, de jó, nem vagyok. Jaj, hát elnézést, barátom, de nem tudsz jól sokan menni, ne is erőködjél. Valahol itt lesz egyébként egy kukoric, vagy napraforgó föld. Meg is kéne nézni nagyon gyors, és vélek, hogy nekem jön ez a hülye. Mögöttem. Itt jövök le, és akkor szebbe egyből neki megyek egynek. Egy kisebbnek, hát kisebb az egy elég nem kisebb, de mondjuk nem tudom melyiknek, nem megyünk oda a jobbra. Nem, csináljuk a kisebbet. Ezt gyorsan tudom hordani, mert egyből itt leszünk. Oda nézzék soron fog, bazeg. Jön a MAV. Kivennék a sínre. Bicikli kocsi, minden együtt a biciklit lehet vinni, na, nagyon jó egyébként. Királymód. Na majd csinál. Na, ott a napraforgó nincs beérve még, nem baj. Majd rápörgetünk egy icipicit. Na, lényeg, hogy a fősorakodás, ezt megnézzük, mekkora ez a fő. Hát, ez nem kicsi gyerekek, jó lesz ez. Fősorakodunk, jó? Behúzózkodunk. Sőt, ott van is egy fődes út. Hát, hogy oda kéne bemennem. Majd levitt a létrát. Ez minek ez a pörgetjű az oldalára, azt mondjátok meg, már izén is van. Ilyen bőr darab. Van a... Itt a falukban is van egy porsrit. Ugyanilyen. Van itt egy bőr darab, vagy pörög. Vagy ilyen vászon szerint. Na jó, ez az egyik, az meg vagyunk. Akkor már izéni kéne még. Vagy itt a király, bazze. Nagyon király. És akkor ezt az napraforgó táblát. De milyen hepa-hupás, nézzed már. Kapásból itt tevelkedik. Nem várjam van. Emelkedik így föl. Jó. Mit akartam azért? Pénzt kell csinálni, gyerekek! Hú, de jó nézett ki az a izé! Klassz! Figyelj ma, ben van félig a izébe. Tartlóba. Pénzcsinálás van, gyerekek, menjünk akkor a következő adagért. Nem tudom, hogy mit tudok még eladni. Borért. Megnézem, mi van. Árpa 22, árpa hát gyerekek, kellene Rolandnak árpa. Kellene Rolandnak árpa. Meg esetleg majd még egy kis búzát. Viszont kellene Rolandnak, nézőjét, árpát. Ezt meglássuk, hogy mi lesz, jó gyerekek? Milyen érdekes lehet, ha valaki van, én nézőjénk, tudom el, kellene Roland. Biztos azért
Mi az vagyok én? Jó, jó, more. Ha figyelj, nem gyűjt. Ja! Vagy fel volt oldva, vagy mi? Ilyen baba, mi történik? Ja, ki volt oldva? Tök jó meg, hogy úgy is telik meg. Nagyon ott van. Na! Adjuk neki, gyerekek! Mindenki mondta, hogy kapcsoljam ki ezt a rongálódás módot, hát ezt nagyon bírom, hogy benne van. És 4%-ra lement az MTZ össze, csinálsz egy nagy hülyeséget összetörött, tök reális, nem? Ne törd össze az MTZ-t azért. Jó, se ne adjuk ezt. Még ez a villanyoszlop is mennyire autentikus, nem? De Lukács egy villanyoszlop. Ez külföldön is ilyen van, mert komolyan mondom, nem tudom elképzelni. Ki van könnyítve mi? Ja, ezt aladom, és akkor utána veszünk még egy kombányt, levisszük. Három kombánynal aratás, az lesz a következő. Hát ott szerintem megszedjük magunkat. Ott akkor már rábára gyűjtünk, és utána akkor IH tárcsával rábával fogunk tárcsázni. Mert az nekünk jó. Csak ne fékezz itt előttem, more. Nem is tudom minek. Nem ilyen Ikorus buszok meg volt ilyen Dudája rége? Jó segélybe mentem mi. És te előre engedem, mert félek. Megvárjuk a következőt is, mert általán félek be. Még ezt valami értelmesebben is megoldhatnám ezt a befordulást. Mert itt is azt kéne művelnem ugye, hogy bemegyek, azt be kitolatok. Nem azt csinálja, hogy kitolatok mi gyerekek. Jön a money, jön a money, jön a... Jön a... Jön a money, jön a money, jön a... Jön a... Jön a money, jön a money, jön a... Money. A kocsi rúdra kell figyelni arra, hogy hogyan áll egyébként, azt már megtanultam. Az a legfontosabb, hogy a kocsi rúd hogy áll. A kocsi rúd és a traktor viszonya. Ez marhára fontos. Ennek biztos van egy ilyen szabály, ott, mint amit korra ízlét a párhuzamos parkolást tanítják a jogsihoz, hogy Miléből nézved a bal tükörből a jobb elejének, a télének, a felkerekét. Azt hogy tanítják? Párhuzamos parkolást izével? Milyen? Belerúgtam valamivel. Ez öregjél? Ugye? Lehet, hogy ezt halljátok ilyenkor. Valamit itt megmozgatok ezt az öreg mintát. Na. Ezt úgy tanítják, ugye, hogy hátra tolatsz, vagy ott úgy állsz meg, hogy a te autód segge a melletted lévő autónak, mármint a parkolóhely előtt lévő autónak a segge az együtt legyen. Utána kitekered fúra a kormányt, tolatsz addig, amíg meg nem látod a bal tükörbe a hátad mögött lévő autó jobb lámpáját is. Utána egyenesbe szeded, utána tolatsz egész addig, amíg a kocsit segge be nem ér a másik autónak a vonalába, ugye, gyakorlatilag benne. Utána visszaszeded, és utána akkor be fog fordulni, ugye. Na hát ezt meg úgy tanítják, gondolom, hogy pótkocsi használatra is van egy ilyesmi. Na várjátok, most itt félreállok Rozinak, nem tudom hova, úgy beszélek, hülyeséget. Hello baby, hello! Ne foglalkozz az X5-ös köcsöggel! Hogy mi volt ez? Tablom! Félreállok gyerekek, álljunk meg egy szóra, megnézem a kombájnokat. Hogy mennyit kell még hordanom, mert akkor az MTZ-be egyből megyünk a izébe. A helyre. Hello! Fúj de ronda autó, mi az valami Citroen szara? Nem tetszik. Na. Batakarító eszközök. Ja, az lesz, akkor veszünk ilyet. Milyen van, zöld vagy sárga? Sárga van, akkor vegyünk egy zöldet.
Oké, okay. És akkor vegyünk hozzá a vágóasztalt. Oké, okay, és még egy vágóasztalt. Oké. Okay. Így van. Ezek mennek meg a várányfelhők. Hey! Az MTZ az hogy állt? Azt ne bozza, neki jött. Na jó, mehetünk is le akkor igazából az MTZ-vel a... ezzel is a földre. Gyors lekecsölök. Gyorsan lemegyek oda. És akkor... hozom a kettő kombányt még, és akkor kezdjük az aratást a következő videóban. Három kombánynal iszonyat mennyiségű pénzkeresés, az lesz a lényeg. Izzi, rába 250-esre, 240 ezerbe kerül. A dupla kerekesnek 250 ezerbe, majd írjátok meg, hogy melyiket vegyük meg. Nem két perc lesz, de szerintem az a lényeg ebben a játékban, hogy szenvedtessük magunkat keményen. Majd autotraktor módot is fogok berakni, hogy még inkább ugye tudja termelni, de egyelőre nem. Az autó kombány mód az nekem teljesen jó lesz. Ugye akkor ki tudom szolgálni majd a lemtézével azért a kombányokat nagyjából. Júj, meg az valódat fönt, hogy mennyire van tele ez, meg az, na azt, ezt fel kell raknom, mert nem emlékszem, hogy mi az, de majd megkeresem. Menjetek gyerekek, hát utolérlek benneteket, hát adjátok. Ah, mióta megtaláltam azt a rúrát, ezt nyomtam. Majd kötankolni is. Ott van benne a forsít már. Hogy lehet rámenni erre az útra? Nem tudom, várja. Mindegy itt. Jó, megyünk. Földszélibe, ez a tipikus, nem? Földszélibe elmész, annyira feelinges gazda tényleg. Ki még nem jut így, remélem nem ment így MTZ-be. Nagyon jó, a fűbe benne, igen, nagyon, ez így van. Na gyerekek! Jöhet ez is. Tudjátok mi lenne jó? Kéne egy izét, egy ilyen vontatató cuccot vennem, és a másikat is elvinném akkor, ugye? És ez hol van? Itt van. Na, elvileg föl tudom arra rakni? És le lehet kötni? Azt nem tudom, hogy le lehet-e kötni. Hát reméljük. Anélkül nem sokra megyek, mert nem tudom lekötni, nem? Megpróbálom rárakni arra. Mondom, fölé kell járni, hát nem tudom, gyerekek. Ott félek kicsit, hogy össze fogom törni itt a dolgokat. Nem tudom, oda megyek, azt megnézem. Nagyon nincs lefogatás. Egy felveszem a másikat is, ezt meg akkor visszük. Hát nem érem, nem fog lefatyogni róla, meg nem sebződik. Oda nézzetek, ott Class Dominator már 4% sebzés. Nem tudom, hogy mitől. Szerintem, hogy megrúgva ez, mert megrúgod az aszfaltot, mint az lekopnak a gumék róla, öcsém. 5%, mondom. Ezelőtt is aszfaltom annyira izajét. Megrúg mind a disznó, ez lehet a gyereket. Ez a hirtelen indulása, hogy így megrúg, ez nem tetszik neki, állítom. Hatszázalék, mondom. Ahogy elindulok, basszus. 7-8, mi a fasz? Yes, komolyan mondom, néha nem értem a dolgokat. Megnézem, nem, nincs olyan, hogy izé, hogy mit tudom én, meg lehetne csinálni vele azt, hogy le van ködve. Mindegy, gyerekek, megyünk.
Bízom benne, hogy ki fog férni. Ó! Oh! Az anyár úristen, itt bejött a seggedbe. Mindegy. Ez nem egyszerű azért így. Szemben ne jöjjön semmi most, mert akkor vége lesz a bulinak. Ne! Ne 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 ne! Anyád az! Én valami szembe, megyből keresni kell egy olyan helyet, ahol le tudok húzódni. Ilyenkor így. És ugye pont tábla van, vagy ilyesmi, akkor nem tudok lehúzódni. Na, mindegy, amúgy jó ez. Viszont ugye annak a vágóasztalát, azt meg majd berobom közbe, útközbe, és akkor az úgy meg is leszünk, mert egész jó lesz. Jaj! Jaj, jaj, gyerekek, jaj, 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 ez 2, 4, 6, ez 6 soros, ugye a másik az meg csak 4, azé, a forsíté. Jó, le kell smergünk valahogy, aztán akkor jó lesz. Hát igazából nem így kéne, hanem ugye még egy másikat is úgy kell volna hozni, hogy platón, vagy ezen a vágóasztal szállító képződménye. Jó, nem olyan rossz, ez nem olyan rossz. És akkor maradt 7000-ünk, gyakorlatilag most más pénz nem kell nagyon. Ugye az elég lesz talán a melósokra, hogy azért kezdetben el tudjam indítani őket. Úgyhogy ez talán így jó lesz, jó, mondhatni. Ja, azért kell gondolkodni. Szóval azért gondoltam a drába meg az IH-tárcs, mert az iszonyatosan pici az izé. Meg rábára van betőgét is, az a nagy, hatalmas lajta, de olyan, mint egy lajta, csak egy sokkal nagyobb, ilyen kétszer-háromszor nagyobb. Na, azzal tudnánk vetni, akkor ugye. Akkor szépen tudnánk IH-tárcsa, meg a vetőgép is, az mehetne. És akkor tudnám azzal, tudnék azzal dolgozni. Na, itt le kell húzódni, bazá. Úgy, gyerekek. És meg vannak a izék, azok a szarok. Gyorsan, gyorsan, aztán próbáljuk meg áthúzni. Én hamarabb. Jaj, ne! Piros! Össze ne szedje nekem itt a forgalmat, hallod? Jaj, ne! Gyorsan, 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 én be vagyok szorulva, vele itt nem jövök ki soha. Ez mi volt, bazeg? Hogy te, lemegyek a izén, az árpafődőm, vagy mi ez. Tárékék, ez nem volt egyszerű, na. Ettől kombaj már itt van. Jöhet a harmadik. Ami rajt van ez a nagy tög. Le kéne majd dobatnom, bemegyünk a telepre, lerakjuk. Jó, és akkor megvan, ugye nem van már a izéje is, a vágóasztala. Hát az a gyerekek, nagyon-nagyon bízok benne, meg ti is imádkozzatok, hogy az a napraforgóhoz, az a vágóasztal kell. De hát én csak azt tudom elképzelni neki. Nehogy már egy ilyennek kelljen begyűrni be azzal. Hát ezt nem tudja. Ez ilyen, ez durvább néz ki, nem? Szépséges.
Menj szembe egy hülye. Mennyire vagy messze, mennyire vagy messze? Beférek még erre, beférek még ide, beférek még ide, beférek, be! Anyád, úristen, itt bazza. Ez ki volt számolva. Most már szólóba mehetünk frankon. És itt, amikor ilyen nagyon kicsi fordulatokat csinál, meg nagyon indulok, amikor megrúgatom a Verdát, akkor sebződik ezek a klassz terminátorok. De hát ez van. Figyeljetek, használod, romlik. Ez valóságban is így van. Nem, hogy májzeljek itt most az erigyájak, meg kikapcsoljam. Hát fizetni kell azért. Használatért is fizetni kell, nem csak az üzemanyagért, ez úgy van. Kopik is a gép. Ez szerintem reális. Ez egy öreg gép, kellene neki a vövözni, karbantartás néha. Most annál nélkül egysíkú, vagy egysíkú lenne a játékmenet, nem? Legalábbis sokkal inkább nem olyan érdekes, nem olyan változatos. Változatos! Ez nagyon klassz az a gép, gyerek. Kek. Most sűrűjön arra vonat, hogy sem. Azt tanítják, hogy mindig nézzék körül akkor is, hogyha zöld a lámpa, vagyis fehér, nehogy éppen. Rossz a lámpa, az meghóta. Megpróbáljuk fölkapni azt a vágóasztalt onnan. Hát ez eléggé szűrű, elég necces leszedni azt onnan. Már 14-es sérülés ezen a klasszon. 16-as sérülés ezen a klasszon, teljesen jó volt érni. Meg ezt itt most fölveszem, gyerekek, nem tudom mi lesz. Ah, jó. Jó, 16 sérülés. Hát ez van, gyerekek. Előbbre járok a többivel. Ez jobban tetszik, ez a forsító. Jobban indul. Olyan kis kellemesebb, csak az a vágóasztalok azok lehetnének egy kicsit komolyabbak. És kijövünk innen. Elkészül a flotta azért lassabb, mi? Ahogy azt a forsítást is be kell ugye állítanom. Nagyon pirul. Mekkora vágóasztal van ez, de Jézus is. Igen, nézzük ide. Na jó van, srácok, szerintem akkor ennyi volt ez a videó. Holnapi, vagy hol, igen, hát holnapi, szerintem a holnapi részben, akkor megkezdjük itt az aratást 3 kombájnnal. Nyomjuk neki mind az őrültek, aztán ott szóljon. Hű, de jól néznek ki ezek gyerekek. Melyet tetszik? Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Sziasztok!